Előző adásunkban beszámoltunk a Muzsikál az Erdő rendezvény 20 éves évfordulójáról. Az esemény évente több alkalmat is kínál az érdeklődőknek, hogy a művészetek erejével közelebb kerüljenek az erdőhöz és önmagukhoz. Stábunk ismét csatlakozott a programhoz, ahol elsőként az éneklés került előtérbe. Számukra az erdő az egy otthon, egy második otthon, viszont itt most egy olyan alkalmunk, egy olyan élmény esőben volt részünk, amely azt kívánom, hogy minden zenekedvelőnek is megadassék, és erdőkedvelőnek is, hogy ilyen zene élményekben részesüljön, mint itt Fenyvespusztán. Annál is inkább, hogy idén ünnepli 20 éves fennállását ez a rendezvény, és szintén egy ünnepi évforduló kapcsán vagyunk itt. Vagyunk abban a megtisztelő helyzetben, hogy a Gyöngyösi Cantus Corvinus vegyes kar és karnagy a Holló Erzsébet meghívására a kórus fennállásának 40. születésnapjára lehettünk itt Gyöngyösben. Gyakran jönnek hozzánk Erdélybe, mi is jövünk ide Gyöngyösbe, tehát itthon érezzük magunkat, reméljük, hogy ők is otthon érzik magukat Kézdivásárhelyen, és mindig nagy öröm számunkra találkozni, együtt énekelni, beszélgetni, és ami a legfontosabb, talán ami a legbeszédesebb, hogy ott folytatjuk a beszélgetést, ahol 1-2-3 éve abba hagytuk. Ez a testvéri kapcsolatnak az egyik nagyon fontos ismérve, viszont sok közös projekt, sok közös terv volt, és még lesz ezután, és reméljük, hogy Jóisten megsegít, hogy ezeket majd gyakorlatba is tudjuk ültetni. A zenei stílusokban folyamatos fejlődést tapasztaltunk, először a klasszikus zene jelent meg, azon belül is a fúvós hangszereknek volt elsőbsége, hiszen nem kellett hangosítás, meg a fúvós zenészek a hangszert fölveszik a vállukra, a hátukra, besétálnak az erdőbe, előveszik a hangszert, és csodálatos koncertet adnak. A következő óriási lépés az volt, amikor a vonós hangszerek is megjelentek. Sok kétség merült föl, hogy akusztikailag a vonós hangszerek hogy fognak megszólalni az erdőben, és kiderült, hogy csodálatosan, hiszen a lombok, a fák koronája akusztikailag nagyon jól megfogja a hangot, és fantasztikusan élvezhető a vonós, akár szimfonikus zene is. Aki hanyat fekszik, felteszi a lábát, és nézi az eget, és átadja magát a zenének, ennél jobb nincs számunkra se. Mindig töltődünk, mindannyian, közönség is, előadók is. Itt kéne muzsikálni mindig. Gyerekként is játszottam erdőbe, szabadtéren más, természetesebb, oldottabb, a közönség is hat ránk, felszabadultabban lehet játszani. Nincs ez a bezártság semmilyen szinten. Mit szoktunk mondani? Egy olyan boldogság kép. Szoktuk mondani, hogy a családi idill. Hát ha valami idill, akkor ez itt idill, hogy mindenki egymásra mosolyog, elfogadja, enni adunk egymásnak, táplálékot adunk egymásnak, segítjük egymást. Idill. Ezt kéne nagy szinten, az élet szintjén mindig megcsinálni. Nem csak a muzsikál az erdőn, és nem csak a saját környezetünkben, hanem sugározva kifelé mindenkinek.